Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sikeres évet zárt a magyar sport, mondta Szabó Tünde sporthírt felelős államtitkár. Az új vezetőedző Zorán Spisiak irányításával kezdte el a felkészülést a Szmarik. A 11. helyen fejezte be az őszi szezont a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Több felkészülési tornát is szervez a téli holt idényben az MLS megyei igazgatósága. A második helyről várja a tavaszi folytatás a nyíregyházi tekeklub együttese. Sikeres évet zárt 2018-ban a magyar sport, mondta Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. Megszületett az első téli olimpiai aranyérem, 12 aranyat szereztek az ifjúsági olimpián a magyar fiatalok. 2019-ben 4 olimpiai sportág világbajnokságát rendezik Magyarországon, valamint Budapest lesz Európa sportfővárosa. Nagyon nagy örömmel mondhatom, hogy a 2018-as év egy rendkívül sikeres sportévünk volt, hiszen eleve úgy kezdődött, hogy sporttörténelmet írtunk a téli olimpiával. Aranyérmet szereztek a rövid pályás gyorskorcsolyázó fiaink, és ez már egy olyan úgymond indítást adott az évnek, hogy a többiek is, az egyéni sportág képviselői, akár olimpiai sportág, akár nem olimpiai sportágat képviselve hozzák a sikerre, hiszen a világbajnokságokat nézve, vagy Európa-bajnokságokat, minden sportág tényleg hozta azt, amit szeretett volna, különösen az utánpótlás nevelést tekintve, hiszen az összes korosztályos junior ifjúsági Európa-bajnokságon és világbajnokságon nagyon sok érem született, és volt még egy ilyen sporttörténelmi időszakunk a nyári időszakban az ifjúsági olimpiai játékok során, hiszen minden idők legsikeresebb játékát tudhatjuk magunkénak a 12 aranyéremmel. Úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy az a programsorozat, amelyet el tudtunk indítani az elmúlt időszakban, hogy az egyéni sportágak 2013 óta kiemelt támogatásban részesülnek, a 16 kiemeltre gondolva, és a Taos Látvány csapatsportág pedig 11 óta rendkívüli fejlesztésen megy keresztül, és hogyha elindítunk egy programot az utánpótlás nevelésben, az minimum 10-12 év, annak a hatása, hogy a fiatal sportolók meg tudják mutatni magukat a profi sportolók, az élsportolók körében, a felnőttek körében, és ez már bizony mutatkozik, hiszen ezek a gyerekek már onnan jönnek, tehát abból a programból, és ténylegesen már lehet látni azt, egy 4 éves olimpiai ciklusokban gondolkodva most a közepén járunk, hogy ott vannak a fiatalok, és bizony lesznek olyan olimpikonok, akik a legfiatalabbakat képviselve is már a felnőttek körében ott lesznek legelőbb a világi vonalában. Ahhoz, hogy valaki eljusson a legmasabb szinte, valahol el kell kezdeni. Ahhoz, hogy elkezdje a sportlás, viszont létesítményekre van szükség, ezen a téren mi a helyzet? Mindenki sportoljon, ez egy elsődleges célunk. Ehhez bizony létesítményekre van szükség, megfelelő hátteret adjunk az élsportolóknak utánpótlás nevelésben, vagy aki minden napos, akár a testnevelésre, akár a mozgásgazdag életmódra gondolva. Úgyhogy ennek bizony meg kell felelnünk, és ezt biztosítanunk kell mindenkinek. Ehhez rengeteg úgymond fejlesztésre volt szükség az elmúlt időszakban, és nagyon örülünk annak, hogy tényleg fel tudjuk azt mutatni, hogy el fogjuk érni 2020-ra, hogy olyan sportág ne legyen, aki nem tudja hazánkba hozni a nemzetközi eseményét, mert nincs megfelelő létesítménye, és ezeket a létesítményeket bizony ki kell nyitni a sportszerető közönség számára, vagy aki mondjuk szabadidős jellegűen szeretne sportolni, nekik is. Úgyhogy építjük a tornacsarnokokat, tornatermeket, szabadidős jellegű akár sportcsarnokokat, de ugye minden sportágnak meg kell felelnünk, úgyhogy kézilabda munkacsarnokok, kosárlabda munkacsarnokok, uszodák, tanuszodák, jégcsarnokok jönnek, és folyamatosan építjük, fejlesztjük őket. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az elmúlt időszakban csak a Taos Látvány csapat sportágak több mint 300-at építettek, és több mint 300-at újítottak meg. A 2019-es esztendő már a 2020-as olimpia szempontjából is nagyon fontos lesz, hiszen lehet a különböző világversenyeken kvalifikálni az ötkarikás játékokra. Magyarország 4 VB-t is rendez.
Igen, nagyon örülünk annak, hogy sikeres sportágaink, így a kajakkenu, a vívás, az öttusa és asztali tenisz. A nemzetközi szervezet örömmel adta ide, és adja ide ezeket az eseményeket, hogy rendezzünk. Nagyon jó a sportolóknak, a szakembereknek, hiszen egy olyan helyen tudnak megmérettetni magukat, ahol ismerősek, ahol már úgymond hazamennek, de folyamatosan fejlesztjük ezeket a létesítményeket is, hogy megfeleljünk úgymond az igényeknek, és arról nem szabad elfelejtkezni, hogy bizony ezek kvalifikációs világbajnokságok lesznek, egyben felkészülés az olimpiára. Nagyon jó egy sportolónak, hogyha minél hamarabb megvan a kvótája arra, hogy olimpiára tud menni, nem az utolsó pillanatokban még arra kell készülje, hogy egyáltalán kijusson. Úgyhogy ezek az események rendkívül pozitív hatásokat keltenek akár a sportágban, akár az országnak, akár a városoknak, hiszen bemutatkozhat a város és az ország is, egyrészt a sport szeretetéről, másrészt a turizmus értékeiről és a városnak az értékeiről, és az már kimutatható, hogy aki eljön ide akár sportolóként, szakemberként vagy sportszerető turistaként, vissza is jön, hiszen akkor szembesül, hogyha először van itt hazánkban, hogy milyen országunk van. Úgyhogy ez is egy gazdaságilag pozitív hatásokat kelt, így jelent meg a sportturizmus, tehát ez sem elhanyagolható, de ezen kívül nagyon-nagyon sok sportesemény lesz még, hiszen Budapest lesz Európa sport fővárosa, ennek meg kell felelni, és hazai rendezvényeket is rendezünk szinte minden nap, valamilyen mozgásgazdag életmóddal kapcsolatos feladataink lesznek, de ez is arra jó, hogy a sportot még jobban tudjuk népszerűsíteni, és a sok-sok nemzetközi esemény mellett, így a 4 olimpiai sporttal kapcsolatban, és azon kívül is több mint 150 nemzetközi eseményt fogunk támogatni. Az új vezetőedző Zorán Spisiak irányításával kezdte el a felkészülés csütörtökön a Nyíregyháza Spartakusz. Január 12-ig hazai környezetben készül a spari, majd törökországi edzőtáborra utaznak a játékosok. Amikor spariról van szó, nem volt olyan nehéz ezt a döntést elhozni, mert én a sparit már éveken keresztül figyelem, még Debrecenben dolgoztam. Tudom, hogy milyen kapacitású, milyen kalibrú klubról, meg csapatról van szó. Azt mondom, hogy nem volt nehéz ezt a döntést hozni, és úgy dönteni, hogy itt szeretnénk tovább dolgozni. Nem szerepelt jól a csapat az elvárásokhoz képest. Milyen tervekkel, milyen célokkal érkezett? A tabella mutatja egyrészt, és ez a realitást, ebből kell indulnunk, hogy 11. helyen áll most ebben a pillanatban a csapat. A játékosom, a kapacitáson belül azt mondom, hogy sokkal több van. Kielemezve, hogy a csapat mennyi rutin van, azt mondom, hogy ők top 5-ben vannak. Ha nézzük a másik oldalt, a transfer market értékelés szempontból, akkor a top 6-ban vannak. Azt mondom, hogy nem véletlen, hogy ez a klub ennyit investált és ilyen játékosokat hozott ide. Igazából az igazság az, hogy ebbe a pillanatban még nem hozták ki magukból a maximum. Nekünk a feladat, hogy ezt próbáljuk ebbe a fél évbe maximumra tolni, hogy most az top 6-ba lesz, vagy top 8-ba, azt úgyis majd a bajnokság eldönti, de mindenféleképpen nagyon szeretnénk ott top részben lenni. Várható-e valamilyen változás a játékos keretben, így téli időszakban nem túl könnyű igazolni minőségi játékost? Mindenféleképpen ebben a pillanatban kell belenézni a csapatunkban most, hogy milyen állapotban van, és azok a posztok, hogy ahol kéne erősíteni, hogy mi van a piacon. Van-e olyan játékos, amit el lehet mozdítani, vagy szabad-e van, akit lehetne idehozni, de mondom, ebben a pillanatban a fókusz azon van, hogy ezt a csapatot hozzuk fel a maximumra, és akkor döntsük, hogy kell és hol kell erősíteni. A korábban megszokottnál hamarabb kezdődik a tavaszi szezon, már február 3-án játszani fog a csapat. Mire elég ez az egy hónap? Én azt mondom, hogy elég mindenre, hogy most egy héttel kevesebb van az edzésben, az nem is olyan túl nagy gond, az időjárás megengedi, hogy tudunk edzeni kint, megmondom, a munkát úgy kell tervezni, meg a terhelést úgy kell tervezni, hogy ebbe egy hónapba be kell építeni. Nem tudom, mennyire vált az az éves edzését, előtt viszont arról, hogy hogyan telt a téli pihenő. Jó, köszönöm szépen, családi berkekben töltöttem én is otthon a Pécsen ezt a rövid szünidőt. Két hét után már azért hiányoztak a társak, úgyhogy jó érzésekkel jöttem én is vissza. Új vezetőedzővel kezdtétek a felkészülést.
mire kell ilyenkor odafigyelni, vagy csapatkapitányként mi a feladatot, ha egy új szakember érkezik a klubhoz? Nyilván a munkáját szeretném én is mindenben támogatni, illetve segíteni a helyi adottságokhoz, hogy még jobban és még gyorsabban tudjon alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy játékosként semmi más teendőm nincs, ugyanaz, mint eddig. Edzéseken és a meccsen 100%-ot nyújtani. Biztos, hogy a közönség is és a klub is eredményeket vár tőlünk, úgyhogy bízom benne, hogy az idei szezon az sikeresebb lesz, mint az előző. Viszonylag rövid lesz a felkészülés, 4 hetes, 1-2 hetes törökországi edzőtábor, 5 edző meccsen megspékelve. Mire lehet ez elég? Igen, szerencsések vagyunk, hogy a klub támogatja ezt és lehetőséget ad arra, hogy edzőtáborozzunk. Rövid lesz a színidő szerintem, ugyanakkor ezt ki kell használni, azért is vagyunk itt már 3-án, és össze kell tenni a csapatot úgy, hogy sikerekben gazdag legyen a következő szezon. A 11. helyen zárta az őszi szezon az NB1B keleti csoportjában a nyíregyházi férfi kézilabda csapat. Az NKC 2 győzelem mellett 2-szer játszott döntetlen és 7-szer szenvedett vereséget. A tavalyi csapatból 8-an távoztak, és 2 darab új játékos érkezett. Ebből látszott az, hogy vékony lesz a keretünk, és próbálunk fiatalokat beépíteni. Sajnos a belső poszton nem találtunk olyan fiatalt, aki standard játékos tudna lenni, hosszabb ideig fönn tudna lenni a pályán. Szélen vagyunk idézőjelben erősebbek, mert ott több variálási lehetőség van, és ott megfelelően teljesítenek az ifi játékosok. Sajnos el kell fogadnunk, hogy per pillanat az utánpótlásunk nem rendelkezik azzal a játékos állománnyal, mint az előző években, és nehezebb a merítési lehetőség. Akik maradtak, összesen 7 darab felnőtt játékos, akivel ezt a szezont végig kell lett eddig játszanunk, és kijött az, hogy egy-két ember nem képes tartósan jó teljesítményt nyújtani. Abból kifolyólag is egyrészt, hogy ezek a játékosok amatőrök, tehát munka mellett vagy tanulmányaik mellett végzik el az edzéseket, és attól függ, hogy milyen állapotba érkeznek. Van olyan játékos, aki egy héten csak 2 vagy 3 edzésen tud részt venni, mert sajnos olyan a munkája, hogy ezt nem engedi meg. Ez vannak mérkőzések, ahol ez látszik is a teljesítményükön. Hozzáteszem azt is, hogy mivel kevés volt a felnőtt játékos, és ha beesik egy-egy sérülés, akkor abból a 6-7 játékosból már nincs kit becserélni, és annak a 6 embernek kell lényegében megoldania a mérkőzést, vagy pár percet tudnak pihenni, amikor egy-egy ifista játékos fel tudok küldeni, és szusszanjon egyet. Ez vagy bejön, vagy nem. Elve működik, vagy ki tudja magát pihenni, és tud egy jobb teljesítményt nyújtani, vagy sajnos egy gödörbe került, és onnan nehezebb fog kimászni. Hát ebből több volt ebbe a fél évben, és ebből is látszik az, hogy általában minden mérkőzést az utolsó 5 és 10 percben buktunk el, ami szoros volt. Nagy vereségeink, ha azt mondom, hogy az utolsó 2-t leszámítva, az Orosháza és a Player mérkőzést, akkor végig minden csapattal ott tudtunk lenni, sőt minden mérkőzést vezettünk az 55. percig. Elfáradtunk fejben, elfáradtunk fizikálisan, és akkor az utolsó szituációkban nem tudtak jó döntést hozni. Rengeteg volt a hiba azokban az időszakokban, és ebből látszott az, hogy elbuktuk, hogy elveszítettünk egy-egy pontot. Az utolsó 2 mérkőzést azért nem tudom konkrétan értékelni, mert sajnos ebből a 7 játékosból 3 sérült volt. Kidőlt a beállósunk, a Bormárk az utolsó 2 mérkőzésen, a Varga Lacinak kényszer megoldásból kellett játszania. A Takács Zalán kidőlt, őt nehezen tudtuk poptonni, tehát az ő gyors lábmunkája, ami védekezésben előnyt jelentett az előző mérkőzéseken, az hiányzott. Illetve folyamatosan voltak sérültjeink, a Gubó Alex, a Kurbei Laci, a Szűcs Balázs, aki 2-3 mérkőzéseken igen kevesebbet kellett, hogy játszon, illetve kevesebbet tudott vállalni. A fiataloknak voltak epizód szerepeik, ők inkább azt mondom, hogy szélen tudtak stabilabbak lenni, mert ott folyamatosan játék lehetőséget kaptak a belső poszton, egyedül a Fóri Zsorolit tudtam oda tenni, az ő fiatalos lendülete néha át tudott segíteni abba a szituációba, de sajnos mi az alkati tényezők dominálnak a kézilabdában, őt védekezésbe nem tudom fenntartani. És van úgy, hogy 2-t vagy 3-at kellett volna cserélni a védekezési rendszer miatt, ez nem mindig valósult meg. Hát, hogy a folytatásban hogyan tudunk érvényesülni, az most a december-január első hetébre fog maradni. Természetesen, hogy szeretnénk a csapatot megerősíteni, kellene igazolnunk 2-3 felnőtt játékost, aki érett és tapasztalt.
aki tud segíteni jelen körülmények közt a csapaton, mert szükség van a rutinos játékosokra. A fiatalos lendület az nem mindig elég. Abból kifolyólag, hogy nincs átmenet a két korosztály közt, tehát nincs meg az a 23-4-5 éves korosztály nálunk, akiből lehetnek 2-3 játékos, hanem van egy nagyon fiatal, egy 17-18 éves, meg van egy 30 év környéki vagy a fölötti mag. Ehhez kellene nekünk a köztes megoldást megtalálni, odaigazolni 2-3 játékost, meglátjuk, hogy sikerül-e találni. Meglátjuk azt, hogy a folytatás hogy fog zajlódni, hogyan csináljuk tovább, hogy milyen felállásba fogunk dolgozni. Bízok abba, hogy sikerül a csapatot megerősítenünk, és a tavaszi felkészülésre egy időzőjelben kicsit megújuló kerettel nekivágni, és a kitűzött alapcélt, hogy a 8. hely környék, illetve a biztos bennmaradást a csapat ki tudja harcolni. Nagypályás műzsüves tornát, téli terem tornát, női foci tornát, futszál tornát is szervez a téli holtidényben az MLS megyei igazgatósága. A cél az, hogy segítsék a csapatok felkészülését a tavaszi szezonra. A csapatoknak is a felkészülést a legjobban az segíti, amikor téli hónapokban ugye a nagypályás műfőn tudnak felkészülni, megfelelő körülmények között. Szerencsére most először, ugye már 7. alkalommal írjuk ki, és most először 5 pályán tudunk játszani, hogyha azt nézzük, hogy Nyíregyházán 2 pályán, akkor 6 pályán, hiszen Fehérgyarmaton is időközben megépült a műfős pálya. Igaz, Fehérgyarmaton még világítás nincsen, ez azt jelenti, hogy ott a szombat-vasárnap délelőtti, kora délutáni mérkőzéseket tudunk rendezni. Így összesen ugye van a nyírbátori helyszínünk, a kisvárdai helyszínünk, a nyíregyházi helyszín a városi stadionnal az örökösfölddel, és a tarpa-fehérgyarmati helyszín, amit úgy egynek mondunk. Tehát végülis 4 csoportból, ugye 5 helyszínen jelentkezhettek a csapatok, és összességében 50 csapatnak tudnánk biztosítani télen a megfelelő felkészülést. 5 fős csoportokból osztjuk, tehát 4 mérkőzést kapnak ezért cserébe. Január 26-án indul, és február 17-én végződik. Mindenki 4 meccset játszik, és az elmúlt 2 évhez hasonlóan próbáljuk majd úgy beosztani a csapatokat egyrészt, hogy a területileg közel lévő csoportba kerüljenek, másrészt pedig, hogy közel azonos, hasonló képességű csapatok alkossák majd a csoportokat. Szintén hagyományos torna, a Nyírerdőkupa teremtorna, erről mit lehet tudni? A Nyírerdőkupát ugye már 6. alkalommal rendezünk meg, előtte ugye máshogy nevezték, tehát már lassan 2 évtizedre rendezi meg a kispályás teremtornát a megyei igazgatóság. Azért fontos kiemelni a kispályás, mert nem futszál szabályok szerint játszunk, tehát maradtunk az 5+1-be, ahogy te is említetted, illetve hát a nézők is tudják, azért nagyon népszerű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a kispálya, és télen is rengeteg tornát rendeznek. Itt nem engedünk próbajátékos szerepeltetni, ez a hagyomány megmarad. A Nyírerdő kupán csak azok vehetnek részt, akik az adott egyesület igazolt játékosai, érvényes sportolós szülesvágyra engedéllyel rendelkeznek. 2019. január 13-án rendezzük ugye a selejtezőket, január 20-án a középdöntőket, és január 27-én rendezzük a 8-as döntőt. Viszont a lebonyolításban van egy kis változás. Egyrészt ugye csak az első 30 csapat jelentkezését fogadjuk el, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a versenybizottságunk összeült, és úgy döntött, hogy a 6 fős csoportok azért ez elég sok, hiszen elhúzódik reggeltől késő délutánig, úgyhogy most 5 fős csoportokba osztjuk a 30 csapatot, innen az első 2 helyezettek jutnak tovább, valamint a 6 helyszínről a 4 legjobb 3. helyezett csapat, és a legjobb 16-nál a középdöntőben ugye 4 helyszínen 4 fős csoportokat alkotunk, és amit innen a 4 csapat közül az első 2 jut be a 8-as döntőbe. Ettől amúgy azt várjuk, hogy szinte minden mérkőzés éles legyen, tehát nem 6-ból 4, hanem 5-ből 2 csapat jut tovább, így valószínűleg a torna végén is éles meccsek lesznek, mindenkinek úgymond 100%-osan meg 100 fokon kell majd égnie, és ráadásul nem húzódik el, nem reggel 8-tól 5 óráig tart, hanem 9-kor tudjuk kezdeni a tornákat, és az elődöntők már 3 órakor, a középdöntők pedig 1 órakor befejeződnek, ez pedig mindenféleképpen jó a labdarúgók számára is. Mire számíthatnak a hölgyek? A hölgyeknek is szervezünk idén télen futszál tornákat. Ugye itt a női csapatvezető kérése volt ez, ahogy a fiúknak ugye a futszál U17-20-as bajnokságot szervezünk. Januárban indul a fiúk részére a 11-13-15-ös tornarendszerű pontvadászataink, és a lányoknak ugye szabad pályán U15-ben és U19-ben rendezünk bajnokságot, és kérték a hölgyek is, hogy legyen nekik is futszál, ennek nagyon örülünk. Eddig ugye a megyei igazgatóság úgy oldotta meg, hogy télen 2-3 vagy 4 női tornát szervezett, viszont ez így most sokkal több versenyzés és lehetőséget biztosít a lányoknak, úgyhogy mind a 15, mind pedig a 19-es korosztályra is kiírunk futszát, ez is januárban indul, bízunk benne, hogy szép számmal fognak jelentkezni a lánycsapatok is rá.
Az NB egy keleti csoportjának második helyén zárta az őszi szezont a Nyíregyházi Tech Klub együttese. A cél továbbra is a visszajutás a Szuperligába. A kiesés után két lehetőség van egy csapatnak, vagy az, hogy szétszéled, vagy pedig újult erőre kapva mindenképpen vissza akar jutni a legmagasabb osztályba a jelen pillanatban a Szuperligában. Ez ugyanígy történt a Nyíregyházi Tech Klub életében is. Minden egyes játékos kicsit szomorú volt, és azt lehet mondani, hogy egyöntetően akarta azt, hogy visszajutassuk a Nyíregyházi Tech Klubot ismételten a Szuperligában, és ezt megfejelve a Cseszler Sándor klubelnök még leigazolt a Fehér Bélát Szegedről, aki egy kicsit sérüléken játékos, de mindenképpen tudtuk, hogy óriási lökést adhat majd a céljaink elérése érdekében. Hogy indult a szezon, milyen volt fél évtized után ismét olyan pályákon játszani, ahol korábban már megfordultatok? Nehéz volt, bár személy szerint nagyon sok játékost ismertünk az NB1-es körökből, ugyanis a keleti régióról beszélünk, a Dunán innen, tehát nagyon sok versenyen találkoztunk már korábbi években ezekkel a játékosokkal, illetve korábban játszottunk ugyanúgy az NB1-es bajnokságokban egymás ellen. Azonban úgy gondolom, hogy eléggé tisztelték a Nyíregyházi Tech Klubot, főleg úgy, hogy egy nívós névvel, a Fehér Bélával kiegészültünk, és egy kicsit tartottak tőlünk, és végül is ezt a vizet meglovagolva sikerült jó néhány meccset behúzni, és hozzáteszem, hogy azért az önbizalmunk is már egész pozitív irányba állt a előtte lévő szuperligás kudarcok után. Azonban jött egy olyan vereség hullám, mondhatjuk azt, ami egy kicsit úgy megnehezítette a csapat sorsát, hozzájárult az is, hogy abban a pillanatban például a Fehér Béla csípő problémával küzdött, és meghúzódott, több mérkőzés is, azt lehet mondani, hogy nehezére esett, és volt, amit ki is kellett hagynia. Ekkor sem voltunk még teljes mértékben elkenődve, de ilyen nüansznikon múló mérkőzéseket játszottunk, mint ahogy a rivális BKV otthonában csupán egy csapatponton múlott a pontszerzésünk, aztán következő ilyen mérkőzés volt Cegléden, ahol csupán 9 fával kaptunk ki idegenben, majd utána jött egy másik vereség, ami Szegvárhoz utaztunk, ami egy elhalasztott mérkőzés volt az első fordulóból, és ott is vesztesen hagytuk el a pályát, bár ott több játékosunk nem tudott elutazni, Bélával együttetően szintén. Majd jött egy olyan hazai mérkőzés, Zsinórban, azt lehet mondani a negyedik, amikor gödörbe kerültünk, és ráadásul pont a élmezőnyhöz tartozó első helyezett Vilati Eger látogatott Nyíregyházára, és egy nem várt hazai vereség történt. Hozzáteszem, hogy közel 20 fás vereség volt, de itt is több sérült játékosunk vállalta a játékot, és mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikerüljön nyerni. Viszont ez a nagyon rossz széria utána gyorsan megszakadt, ugyanis Budapesten sikerült 18 fával nyernünk a tükerpályán, a vízműveknél, tehát ez mindenképpen visszalendítette a lehetőségünket, az önbizalmunkat, és a zárófordulóban, ami szintén egy elmaradott mérkőzés volt hazai pályán, a Báthon terenyét sikerült megverni egy normális fal különbséggel a végén, és azt lehet mondani, hogy ezzel sikerült felkapaszkodnunk a dobogó második fokára, ami azt jelentette, hogy a Vilati Eger mögött 2 ponttal csupán lemaradva mehetünk a téli pihenünkre. Fában mennyi maradt a csapatban, a játékosokban? Én úgy gondolom, hogy közel 100 fa hazai pályán benne maradt eddig a Nyíregyházi Tech Klub játékosaiban. Kicsit gyengébb teljesítményeket nyújtottunk, most nem azt mondom, hogy bődületesen gyengébbek, de ezek a 15-20 fás lehetőségek, amiket elszalasztottunk, vagy korábbi években sikerült mindig megvalósítanunk, ezek hiányoznak most egy kicsit a csapatból, de bízunk benne, hogy a januárban hazai pályán fogunk egyből kezdeni, majd hozzánk látogat a Szegvár csapata, és bízunk benne, hogy onnantól kezdve megindul a hajó, mindenki egészséges lesz, és kettős elszántsággal mindenki úgy készül, hogy szeretnénk igenis visszajutni a Szuperligába. Hogyan szerepelt az utánpótlás? Az utánpótlás részéről azt mondom, kellemes játékosokat láttunk. A Bíró Zsolt részéről egyébként most a hétvégén volt az országos ifjúsági döntő, ahol Zsolt több lépcsőn keresztül bejutott, és örömteli hír volt, hogy az első nap 17. helyet szerzett, míg másnap a rádobásban még tovább tudta az előnyét úgymond növelni a többiekkel szemben, és 13. helyen végzett összesített eredmények alapján az ország legjobb ifjúsági 23 év alatti játékosai között, és hogyha hozzáteszem, hogy Zsoltnak még 2 éve van ebbe a ifjúsági mezőnyben, akkor mindenképpen egy nagyon örömteli hír volt, hogy 13. helyet meg tudta szerezni Székesfehérváron rendezett országos versenyen.
Azonban még hozzáteszem, hogy a serdülő korosztály alsó éveit taposva egy Végvári Krisztián, illetve egy Cinke Attila is nagyon sokat fejlődött, nagyon sokat hozzátett a ifjúságiak mezőnyében elért eredményekhez. Több nem várt győzelmet is arattak a fiúk, úgyhogy tényleg mindenképpen úgy gondoljuk, hogy az utánpótlás is valamelyest megindult fejlődni Nyíregyházán, és örömteli hír, hogy ezen a vonalon is ott vagyunk a középmezőnyben, és hozzáteszem, hogy még nagyon sok évük van majd ezeknek a 14 éves fiúknak a 23 év alatti korosztályosok versenyében, úgyhogy mindenképpen ilyen téren is sikerül egy kicsit alapozni a Nyíregyházi Tekeklubnak, nem csak a felnőtt csapatnál, hanem az utánpótlásnál is. A téli pihenő után mikor kezdődnek az edzések, és mikor lesz az első forduló? Január első csütörtökén, 4-én fogunk majd először dubálásba lépni edzésgyanánt. Január 15-én a debreceni csapatot várjuk majd vendégül egy délutáni barátságos mérkőzésre, egy felkészülési mérkőzésre. Azt követő néhány nap múlva, pontosan január 19-én szombaton hazai pályán fogadjuk első hazai mérkőzésünket a tavasz során a Szegvár ellen, és mindenképpen onnantól kezdve indul majd számunkra a bajnokság. Vannak még olyan játékosok, akik Szegedre elutaznak január 12-én a világranglista versenyre, ez 6 játékosunkat érinti, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen fontosnak veszük, hogy a felkészülési mérkőzéseken ott legyünk, hogy minél sikeresebb rajtot vehessünk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!